Nézz is, ne csak hallgass. millásreggeli.hu. Na nézzük a portfolio.hu, konkrétan Csiki Gergő megpróbálta összeszedni az eddigi ismert részletek alapján, mert még mindig vannak foltok a gigaméretű kiigazító csomag, igen. A nem megszorító csomag kapcsán. Rengeteg részlet, bevétel, kiadási oldal, és hát én legurítottam ide a ilyen összefoglalóhoz, együttesen a nagy csomag a fejezet címe, itt lehet látni azt, hogy körülbelül 22-23-ra milyen tételekből hogy áll össze. A számítás kérdőszerűen 2023 milliárd forintnyi többletbevétel az adóemelések nyomán, minisztériumok kiadás csökkentése 1081 milliárd forint értékben, és 1150 milliárd forintnyi beruházás elhalasztás, tehát több mint 4000 milliárdról van szó. Részletek tehát itt a portfolio.hu-n olvasható. 4000 milliárd? Igen. És tehát az adóemelés, a kiadás csökkentés, beruházás, elhalasztás összértéke, hogyha mindent egy kalapba veszünk, és azt mondja, hogy ez a GDP 7%-át, igen. Az idén várható a GDP 7%-át. Igen, ez masszív. Hát ez egy óriási pak, ennek lesz nyoma mindenhol. Tehát a portfolio.hu lehet erről most olvasni, és holnap pedig, ha minden igaz, akkor Palkó Pistivel. Igen, mert holnapra kiderülnek a további, igen, részletek, ugye a biztosítók mellett a bankok pontos terhei is. Igen, igen. És ekkor Palkó Istvánnal fogunk beszélgetni portfólió elemzőjével, hogy pontosan milyen terhet viselnek majd a bankok, ami nyilvánvalóan megváltoztatja a különböző ajánlataikat a bankoknak, ugye erről tegnap már beszéltünk. Ez a teljesen direkt módon átterhelés, ez nem fog működni, mert ugye ezt figyeli a kormányzat is, de rengeteg olyan módja van annak, hogy mégis az ügyfeleken csattanjon a dolog, tehát kevesebb ingyenes szolgáltatás, például bankszámla, csomag, meg ez hasonló. Ugye beindult a banki verseny, uh-huh, elindultak megint többen különböző még olcsóbb ingyenes számlákkal, stb. Hát ezek nyilván szűkülnek, beszűkült. Tehát lényegében azért ezt ki fogjuk fizetni mi fogyasztók. Na, ami nagyon érdekes információ, és meglepő volt számomra is, a g7.hu-n nagyon jó cikk van arról, hát nem jó cikk, hanem egy érdekes cikk arról, hogy pár óra leforgása alatt veszített 300 millió forintot a trafó. A főváros kezében lett a sorsuk. Teljesen megdöbbentő. Az orosz katonai agresszió egyik meglepő áttételes következményeként egy egyedülálló nagymúltú magyar kulturális intézmény egyik napról a másikra került nagyon nehéz pénzügyi helyzetbe. Ugye 1998 óta a kísérletező színház, tánc és cirkuszművészet közvetítésében meghatározó szerepet játszik a Trafó Kortárs Művészetek Háza. Márciusban órák alatt veszített el több mint 300 millió forintot, az átlagos éves fenntartói támogatásának ez a 4/5 durván, éves költségvetésének pedig a jelentős része. Mert hogy, és azt tette, a kötelezettségek teljesítését pedig az intézményt fenntartó fővárosi önkormányzat már odaítélt éves támogatása negyedének előrehozott kifizetése tette lehetővé. Azóta a trafó görgeti maga előtt a hiányt, és várhatóan ősszel lecsap a valóság. Jelen állás szerint az évadban különösen fontos karácsony előtti időszakot is tartalmazó utolsó negyedévben csak akkor biztosított a zavartalan működés, hogyha a fővárosi közgyűlés addig megszavaz a trafó 107 millió forintra beadott többlettámogatása igényét. Úgyhogy hát ez egy egészen elképesztő dolog. Minden esetre ez egy éppen belső politikai konfliktusokkal terhelt és pénzügyi nehézségekkel szembenéző fővárostól függ most a trafó sorsa. Minden esetre Barda Beát, a trafó a igazgatója, és Kuskó Szilvia gazdasági igazgató töretlenül optimisták, és remélik, hogy minden sikerül majd megoldani. Úgyhogy nagyon érdekes, részletesen leírja a g7.hu-n a cikkben, hogy hogy történt ez az egész, mi történt a trafóval. És szerintem másokat is ugyanúgy meglepett, mint engem, akik csak a sikert látták mögötte, a rengeteg előadás, és a tényleg 1998 óta töretlenül ezt a kulturális ikonként működő intézményt.
Kezdve a 24.hu-n olvasok Boris Johnsonról, ugye, aki ja. megúszta az ellene indított. Ha megúszta, de 40% a saját pártjának ellene szavazott. Úgyhogy ez hát az elég masszív. Masszív, és azok ugye folyamatosan azt mondják, hogy elkapják a facákot, tehát nem nyugodhat a babérjain és ezen a győzelmen, és itt olvasom a viselt dolgait, és nagyon érdekes. Hát figyelj, hát a BBC-t azt látod, ugye, hogy a Boris Johnson most egy ilyen nem is tudom, közellenség lett, igen. vagy mint a felmérések alapján is egyébként a britek 58%-a a távozását követeli. Igen. És ha megnézed a bűnlajstromát, és ezt összehasonlít, átdobnád ide, akkor azt mondanád, hogy ez egy ilyen kis vicces, ilyen kis, nem is tudom, ilyen himi-humi problémák, igen, amit nem igen. is tudom, hogy miért beszélünk, ezek italoztak a izé alatt. Persze. Hagyjuk már ezt meg. Felújított egy kis pénzből, ráadásul egy adományozó adta oda a kormányfői rezidenciára a pénzt, úgyhogy még azt sem lehet mondani, hogy közpénz. Hát most több probléma van egyébként, nagyon gáz van, mert most egy olyan sztrájkot jelentett be több szakszervezet, ilyen vasúti dolgozók, meg vasutasok szakszervezete, meg mások is, akik miatt ugye hát eléggé komoly problémák lettek. Ráadásul ugye több ilyen hiány jellegű intézkedés is van, ugye legutóbb az a étolaj hiányról beszéltünk Angliában, de rengeteg más ilyen van. Úgyhogy rájár a rút Boris Johnsonra. És az a probléma, hogy pont most jönnek az időközi választások, és ez nem biztos, hogy tehát ez ennek az egésznek most nagyon úgy néz ki, hogy valaki el fogja vinni a balhét, és ez valószínűleg a Boris Johnson lesz. Na, van-e még más? Hát én most hirtelen nem tudok előhúzni egyebet, úgyhogy lehet, hogy zenéljünk, aztán tőzsdézzünk egyet, legyen ez a sorrend. Na, de ha jön a Milli Vanillira. Jött Milli Vanilli, igen. Zsolt ért nekünk, hogy a legnagyobb slágerük a Girl You Know igen. It Is True igen. De az és én valóban, kedvencem, az I'm Gonna Miss You volt. Nem az enyém, hanem Zsolt tette ezt hozzá, okay. hogy a legnagyobb slágerük mellett azért ez volt. Egyébként tényleg, tehát most így rendben, ezt adom, és elnézést, hogy erre így nem emlékeztem fejből, valóban a Girl You Know It's True volt.